Na, srácok, én kicsit sütünk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban, várjátok, még mielőtt elkezdem a videót, egy kicsit magyarázkodnom kell, ugyanis nagyon sok ideje nem volt videó, de hát az a helyzet, hogy nem is csak lusta voltam, hanem ezen a texture packen dolgoztam, ugyanis nézzétek, itt vagyunk egy olyan játékban, ahol minden szuper realisztikus, és ez az én művem lett, vagyis hát az én általam beírt dolgokat egy mesterséges intelligencia megvalósította. Na de várjatok, hogy megértsétek, először is van egy napunk. Ezt én úgy láttam, hogy szépen néz ki, de ahogy beléptem a játékba, már látom, hogy nem jó, szóval ezt le fogom cserélni, ígérem. De ez még ebben a videóban most így lesz, tehát tekintsetek el. Na várjatok, úgyhogy jobban lássuk, 4-esre felveszem a GUI-t, mert ugye itemeket akarunk megnézni. Tehát mondjuk, várjatok, ne itt kezdjünk, menjünk itt végig, itt vannak mondjuk... Aha, itt már mondjuk van például az akász dolgokat, azokat már megcsináltam. Nézzük például ezeket. Ezeket először látom így amúgy ingém, szóval tesztelünk is. Ez amúgy realisztikusnak realisztikus. Szóval, ja, és elméletileg így textúraügyileg is jó. Tehát, hogy összemosható. Igen, tehát, hogy annyira azért nincsen így összevágva, értitek? Mert ez is azért fontos szempont. Itt vannak ilyen kis lépcsők, ezek annyira mondjuk nekem nem tetszenek. Ilyenek is vannak, ezek is ugyanolyanok, kerítés, ugyanaz, még nem tudom, jó, ezeket nem nézzük meg. Itt van egy ajtó, ez igazából csak kézből fontos, na várjatok, menjünk úgy, hogy a nap ugye megvilágítsa. Ahogy láthatjátok, fú, nagyon jó, na várjatok, felnagyítom egy kicsit OBS-be. Na, itt is vagyok, és akkor így jobban látjátok ugye az itemeket. Szóval, ja, itt van egy ilyen kis, nem tudom, trapdoor ajtó, az is így itt van, meg van itt pressure plate, meg gomb, de ezek így nem tudom, ugyanolyanok, na várjatok. Írjuk be ide, hogy door, és akkor kiadja az ajtókat. És nézzük meg külön az ajtókat, kivéve az akácot, várjatok, így kikérem mindenből. Szóval van itt egy ilyen tölgyfa ajtónk, van itt fenyőajtónk, van itt nyírfajtónk, amúgy majdnem ugyanolyan, de hogyha megnézitek, amúgy nem teljesen ugyanolyan, tehát mindegyik egyedi, csak így nem tudom más. Itt van egy dzsungeles ajtó, azon látszik, hogy ott már vannak ezek az ilyen, nem tudom, várjátok, ezek az ilyen, nem tudom, ősi ilyen, mit tudom én, mindenféle törzsek, meg ilyesminek a jelei. Itt van a sima, ilyen fekete tölgy, ez amúgy ilyen kis elegáns, ugyanolyan, mint a sima játékban, csak így felfejlesztve. Van ez a mangrove ajtó, ez igazából ilyen piros fa, hogyha esetleg valaki így az eredeti fát így nem ismerné, így a játékban, a mangrove fát. Ez az új verziókban, mert ugye ez 1.19.3-ra van, ugye gépe. Így ebből az az ajtó. Ez ugye abból a nedörös lila fából az ajtó. Ez a nedörös, ilyen kék, vagy zöld, vagy nem tudom, hogy ez kinek milyen szín, én kéknek szoktam hívni. Szóval ez ilyen kék faszín. Meg itt van a vasajtó, ami látszik, hogy már be van rozsdásodva, de itt pont ez a menő benne. Na várjatok, gyorsan lekérem a kardokat, mert hát azért az egy elég fontos szempont egy modban. Vagy modban, texture packben. Ilyen a fakard. Annyi, hogy a széle az ott lehet, hogy bágos, arra fogok keresni megoldást, de egyelőre ez most ilyen, de nem is az a lényeg, hanem maga így az a kettődés textúra, ugyebár. Tehát ilyen ugye a fakard, ilyen a kőkard, ugye, és mindegyik illeszkedik a kézbe, itt van a vaskard, itt van az aranykard, ez nagyon hasonlít a vaskardra, viszont egy kicsit ilyen dizájnoltabb, tehát azért látszik, hogy azért ez már arany. Aztán odaérünk a gyémánthoz, ez már inkább ilyen éles, meg nem tudom, ilyen jó nagy. És itt a netherite, ami meg csak szimpla elegáns, és nem tudom, nagyon jól néz ki. Még a kedvencem, na várjátok, ezt külön be szeretném mutatni, így nem tudom. Ilyen mindenféle ilyen bemutató, így a kedvenc dolgaimból. Például a láncszett, az egész láncszettet nagyon szeretem, tehát van ez. Van ez, ugye a mávér. Van a gatya, ez ilyen, nem tudom, jó kis lánc. Van ilyen csizma. Van szigony, de ugye itt a modelle az még nincsen megcsinálva, de itt a kezembe így látható, nem tudom, ott a gújba. Itt van a netherite balta, ez full úgy néz ki, mint egy ilyen, mint a Fortnite-ból, tudjátok, az a chrome nyálka. Így, mint hogy abból lenne ez a balta megcsinálva, ez nekem nagyon tetszik. Itt van a vas, hogy hívják, vassisak. Ez nekem viszi, ezt imádom, ez jó kis, ilyen igazi sisak. Itt az aranymelvért, és itt van a totem of undying, és hát a halhatatlanság toteme. Mennyire creepy már, gondolj bele, hogy ezt így megfogod, és várjátok, itt van a frame, ugye abból is van kettő darab, ugye ezek is meg vannak dizájnolva, várjátok, lerakva ugyanúgy néznek ki, ugye, tehát így lerakod, és akkor így van egy ilyen a házadba, és akkor az így néz téged, mert ugye ezekkel ugye, ilyen dizájnokat is lehet csinálni.
Na de várjátok, megmutatom még, hogy milyen dizájnokat lehet csinálni, ugyanis vannak nekünk ugye csákányaink. Ha még dizájnosabbak lettek, és esetleg kalapásnak is lehet mindenféle házban használni. Például ilyen lett a facsákány, ugyanúgy lehetne vele a való életben is, ugye, mint egy facsákánnyal, ugyannyira lehet vele követ bányászni. Mégis kalapásnak is lehet használni dizájn szempontjából. Ugyanez kőből, ugyanez vasból, ugyanez aranyból, ez egy kicsit ilyen... olyan, mintha precízebb lenne, mert ugye pont ez a lényeg az arany csákánynak, ugye a Minecraftban, hogy nagyon kevés életereje van, de viszont nagyon precíz, mert hogy gyorsabban üt amúgy, mint a Netherite. Tehát, hogy ezzel a leggyorsabb kiütni mindent. Ez ilyen plusz fun fact amúgy. Itt a gyémánt, ez ilyen nem tudom alap, és itt a Netherite. Ez meg megint viszi, nem tudom, mindig a Netherite a legszebb. Na de várjátok, mutatok nektek kajákat is, hogyha már én kis vagyok, akkor nyilvánvalóan végigmutatom nektek az összes húst, ami csak benne van a játékba. Szóval, van itt kis, ilyen nem tudom, nyers sztékünk, meg van sült sztékünk, van itt disznóhúsunk, aztán sült disznóhúsunk, csak gondoljatok bele, mennyire gusztered, de én a Minecrafton belül guszta tudok lenni egy ilyen kajától. És akkor itt van a bárányhús, akkor sült bárányhús, de szép. Csirke, aztán pedig teljes sült csirke, bár mondjuk engem egy kicsit, nem tudom, nekem elveszi az étvágyam, hogy így ott a feje, na mindegy. Itt van sült nyúl, na hát ezt nem lenne gyomrom megenni, tehát ez túl aranyos. Még aztán megmutatom a halakat esetleg, hogyha valaki olyanra vetemedne, hogy halat szeretne enni valamiért. Itt van a sült nyúl, itt van ez a, nem tudom, kod, itt van a sült kod, így nem tudom, lényegében, mint hogyha ki lehet volna színezve. Egy kicsit így fejlődött volna. Itt van a lazac, aztán sült lazac, így nem tudom, ilyen kipirul. Akkor itt van Nemo, őt nem enném meg. Meg őt szerintem nem is lehet megenni, ez csak dísz a játékba, vagy nem tudom, lehet potizni, lehet vele, nem tudom. Van gömbhal, van kenyér, meg van keksz. Ez amúgy nagyon jó, ezt szeretem. Meg amúgy ezek is nagyon jól néznek ki, ezeknek a dizájnjait szeretem. Ezeknek a leveseknek. Most már sokkal jobban néznek ki. És amúgy így is sokat adnak, szóval ja. Ja, és a spawn tojások, ugye ezek is így mind ilyen nagyobb felbontásúak lettek, és így ilyen pöttyesek, hogy sokkal kisebbek benne a pöttyök, és akkor így, nem tudom, így lehet, de amúgy ugyanúgy működik meg minden. Megmutatom nektek gyorsan az ilyen érceket, meg az ilyen ehhez hasonló dolgokat, mert azért az sem mindegy. Na, itt van a szén. Itt van a faszén, várjatok, így, ez a faszén. Itt van ez a ilyen sima vas, amit ugye most már az új verziókban, ha kiütöd, akkor ezt kapod, és ezt tudod kiégetni, nem vasért blokkot kapsz. Ugyanez a rézből, vagy nem réz, kopper, de az a réz. Itt ugyanez aranyból, itt a smaragd, itt a lapislazuli, itt a gyémánt, végre most már ilyen átlátszó szint kapott, úgymond. Illetve kvarc, ugye nether kvarc. És már mutatom is, már ugye van ametiszt, vannak ugye az ilyen különböző ilyen nuggetek, meg az ilyesmik. Na, várjátok, mit mutassak még, mit így ilyen pluszba rávagok, mondjuk ezt, nem, a prizmarin kristály, jó, ezt imádom. Itt az ametiszt, itt van ugye az az iron nugget, ez a vasrög, igen, aranyrög, így nem tudom, ez is ilyen kis aranydarab. Aztán itt van a egy ilyen jó nagy, ilyen masszív, ugye vas ingot, az nem tudom, vas, ez a sima ilyen vas érc, ami ugye kiégetsz. Ugyanez érézből, és ugyanez aranyból, aztán itt van egy netherite darab, ami így amúgy kettő darab, csak így most össze van függve, ajaj, hívnak, egy pillanat, srácok. Bocsi, srácok, Dani volt, gyors azért hívott, hogy így, nem tudom, már vegyek fel videót, de erre el tudtam neki így, nem tudom, dicsekedni, hogy most éppen azt csinálom. Szóval itt van a netherite ilyen ingot, itt van a prismarine kristály, ez nem tudom, nekem nagyon tetszik, mert annyira jó ilyen összetett lett. Pont ennek így kellene kinéznie szerintem a játékba. Akkor vannak itt még ilyen, nem tudom, ilyen alapdolgok, ugye ez a Heart of the Sea, ez a nem tudom, tengerszíve, vagy tengergyümölcse, vagy nem tudom, hogy van hívva. Ugye ez, amit az elrejtett ilyen kincses ládába tudtak megtalálni. Itt van egy simple blaze rod, nem tudom, világít, nether star, ez így nem tudom, ilyen fel lett nagyítva, ender pearl ugyanúgy néz ki, mintha csak nagyobban meg lenne csinálva, ender szem, szerintem szintén, én ugyanígy képzelném el, hogy így nem tudom, nem lenne pixeles.
Itt vannak aztán az ilyen színező anyagok, ezek ilyen, nem tudom, nagyon jó kis ilyen porok lettek. Ezekkel most már sokkal jobban lehet kreatívkodni, tehát például lehet kakaót csinálni, meg lehet ilyen mindenféle, nem tudom, kék, tessék, nem tudom, lehet belőle gyurmákat csinálni, vagy mit tudom én. És akkor ezeket így bedizájnolni, tessék, alapjáraton. Van itt nekünk ez a, ugye, sárkány lehellete, ez így nem tudom, úgy néz ki, mint hogyha ilyen, nem tudom, ilyen köd lenne, vagy nem tudom, ilyen füst. De hát lényegében a játékban is így néz ki. Ez meg az XP poti. Ez meg, nem tudom, úgy néz ki, mint hogy egy sprite lenne, esküszöm, meg is innen. Itt meg van ilyen teknős sisak. De most nem rakom fel, várjatok, teknős sisak. Így, itt van, nem tudom, gyönyörű. Na várjatok, vannak még itt azért nekünk furcsa dolgaink, tehát hogy ugye azért a kórus növény, vagy hogy hívják ezeket, nem tudom. Várjatok, van először is ugye ez a ragyogó gyümölcs, vagy ragyogó bogyó, nem tudom, hogy kell hívni, világító bogyók. Oké, van itt egy aranyalma, ez ilyen szép. Van itt vinnye, nem tudom, ki van belőle szedve a mag. Én nem szeretem amúgy, szóval ez itt tökéletes, azt már néztük. Kórus növény, ez ilyen lila, ebből is lesz majd kettő, majd vigyázni kell. Sült krumpli, egy kicsit már ott meg van csinálva a teteje. Van itt, nem tudom, így néz ki most már a cégle, egy kicsit ilyen valóságosabb. Jasztéket meg már mutattam. Jó van. Akkor jöhetnek mondjuk a hajók. A hajók, az nagyon jó. A hajókat azért szeretem, mert nem tudom, azok nagyon jók lettek, tehát hogy azokba szerelmes vagyok. Tehát nézzétek, itt a tölgyhajó, itt a, ez ahogy hívják, fenyőhajó, nyírfahajó, dzsungelfahajó, az akáchajó, és mindegyik ugye különböző, ez a sötét tölgyhajó, és itt van a mangrovhajó. És ugye most már az új verziókban van olyan, hogy mint, nem tudom, csesztes hajó, és azoknak külön kinézetet kellett adni. Szóval, ja, de ezt most nem mutatom végig. Ez már egy kicsit azért időhúzás lenne. Itt vannak még ilyen CD-k, megmutatom az érdekesebb CD-ket, amiket én most random kiválasztok. Meg akkor már, mit tudom én, választok mellé egy elitrát, ezt is meg tudjuk majd nézni. Szóval ez például az az új lemez, ami ilyen, nem tudom, olyan, mint hogyha szét lenne törve, de lényegében csak ilyen kék. Itt ez csak egy szimpla CD, ez az a nedörös CD, azért ilyen a dizájnja, ez a széttört CD. Ez csak egy szimpla CD, de úgy is néz ki. Ez is egy kicsit mondjuk ott bagas a textúrája, de az majd ki lesz javítva. Szimpla CD. Szimpla CD. És elitra. Itt van az elitra. Így néz ki. Ja, és amúgy várjatok, a menüt is megmutatom. Nézzétek, így néz ki. Tehát, hogy azért szerintem egész jól néz ki, ahogy így nem tudom, ki lehet venni, hogy ez sisak, ez páncél, ez nem tudom, milyen testpáncél, ez nadrág, ez meg csizma. Tehát, hogy szerintem azért nem egy atomfizika, hogy erre irányuljon valaki. Itt vannak, így nem tudom, még megmutogatom. Láthatjátok, itt vannak még ezek a Minecraft-os dolgok, ott van a Armor Stand, meg van itt ez a harang, és így körülbelül ennyi. De ez a videó szerintem ennyi is lett volna, hogyha ezt a texture packet ti is meg szeretnétek venni, akkor meg tudjátok azt tenni, hogy a leírásban lévő linket megnyitjátok, és ott, vagy meg tudjátok venni az ilyen PvP pakkot, ilyen egy töredék áron, tehát hogy ez körülbelül 600 forint, ha jól tudom, és azért megkaptok, így nem tudom, csak egy ilyen PvP-s dolgokat, egy összeállítás, de nem az összes textúrát, és 2400 forintért pedig az egész textúrát megkapjátok. Új frissítésekkel egy hónapig. Szóval ja, én kis voltam, és jó textúrázást. Szevasztok!